a Millás reggeli továbbra is, és balesetekről tudunk beszámolni. Sajnos a 10. kerület Keresztúri úton van baleset az Orbán István utcánál, ugye ez ott van a Kerepesi úttal párhuzamosan, illetve a Dózsa-György úton van baleset a Tökölő út felé a Damjanics utcánál, úgyhogy ott mindenféleképpen dugóra kell készülni. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Epich Győző van itt velünk a vonalban, az OTP elemzési központ elemzője. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Izgalmas lesz a hét, van egy csomó adat, ami szerintem mindenki nagyon figyel, például inflációs adatok, meg hát az amerikai munkaerőpiaci adatok. Így van. Szerdán jön ugye az előzetes júniusi eurozónás inflációs adat. Ugye ez már egy olyan hónap lesz, amikor már Európa szerte elindultak ugye a szolgáltató szektorba az újranyitások is. Tehát ugye az amerikai inflációs adatokban az elmúlt két hónapban látott jelentős meglepetések, negatív irányú meglepetések, tehát magasabb lett az infláció, hogy várták. Utána ugye nagy kérdés, hogy a hasonló jelenség felüti a fejét az eurozónába is. Ugye az eurozónában is a headline fogyasztói árindex az elmúlt hónapokban elkezdett emelkedni. Ez azonban elsődlegesen ugye az üzemanyagárak bázis hatása miatt volt, ugye emlékeztetünk, amikor ugye tavaly összeomlottak az olajárak, és ugye ez magával rántotta az üzemanyagárakat is. Ugye ennek a bázis hatását láthattuk az elmúlt két hónapban a headline index emelkedésébe. Ugyanakkor a tartósabb folyamatokat megragadó maginfláció esetében az eurozónában nem nagyon láthatunk gyorsulást, tehát továbbra is 1% körül állt a mutató. Úgyhogy hát ez egy fontos mérföldkő lesz ilyen értelemben az eurozóna életében is, hogy láthatjuk, hogy az újranyitás okoz-e most valami, tehát rövid távon okoz-e valami jelentősebb átárazást ugye az újra kinyitó szektorokban, vagy sem. Hát igen, ettől tartanak, ugye sokan pont beszélgettünk az imént erről, hogy milyen spirálba kerülhetünk, inflációs spirálba, gondolom ezért nagyon fontos jegybankoknak is, hogy mi lesz ezekben az adatokban. Így van. Ugyanakkor azért azt kell látni, hogy egyrészt az eurozónában azért úgy általában alacsonyabb az infláció, mint a tengeren túlon. Ráadásul ugye a tengeren túlon az eurozónához képest egy jóval nagyobb mértékű fiskális keresletélénkítés történt. Tehát ilyen értelemben azért lehet abba bízni, hogy az öreg kontinensen némileg mérsékeltebb lesz ez az árnyomás. Oké, várjuk akkor ezeket az adatokat szerdán, és akkor az Egyesült Államokba átnézve non-farm payroll. Igen, ugye ez is egy most, tehát általában véve is kiemelten figyelt mutató, ugyanakkor az elmúlt két hónapban rendben negatív meglepetést okozott az amerikai munkaerőpiaci adat. Annak ellenére, hogy ugye az amerikai gazdasági növekedés ugye a koronavírus válságból való kilábalás követően rendkívül erős. Itt mi a negatív, hogyha több vagy hogyha kevesebb a várakozásnál? Hogyha kevesebb, mint a várakozás, tehát hogy nem olyan ütemben bővültek a munkahelyek száma, mint ahogy azt várták. És hát ugye sokan azt pedzegetik, hogy ugye ezt a kiterjesztett, illetve megnövelt munkanélküli segély juttatás állhat a háttérbe, ugyanis annak ellenére, hogy az amerikai gazdasági teljesítmény rendkívül erős, és rendkívül sok a betöltetlen üres álláshely, ennek ellenére a foglalkoztatás szintje továbbra is körülbelül olyan 7,5 millióval elmarad a COVID előtti szintől. Ugye, hogy ezt a számot kontextusba tudjuk helyezni, az amerikai munkaerőpiacon
hát úgy nagyságrendileg ilyen 140 millióan dolgoznak, vagy dolgoztak a Covid-válság előtt, tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy bő 5%-os eltérés a Covid előtti szintől, és ez egyébként az európai országokhoz képest is egy jelentős eltérés egyébként. Európában ugye meglepően alacsony volt a Covid-válság munkaerőpiaci hatása, elsősorban ugye az ilyen Kurzarbeit és egyéb ilyen támogatási rendszerek miatt. Tehát azt lehet mondani, hogy tehát annak ellenére, hogy a gazdaság jobb állapotban van, mint Európában, a munkaerőpiac viszont a rosszabb állapotban van, és hát ugye nagy kérdés, hogy ennek mi az oka. Sokan ugye ezt az említett munkanélküli, felemelt munkanélküli segélyt említik, magyarán szólva, hogy egyelőre az amerikaiak nem rohannak úgymond vissza dolgozni. Küldi az állam az ingyen pénzt, akkor hova szaladjak én vissza dolgozni? Hát igen, ugye volt ez a két darab egyszeri juttatás is, de ugye ezen a juttatáson felül ugye van ez a megtámogatott vagy megemelt munkanélküli segély, és hát ugye ez azért tud rendkívül kellemetlen lenni infláció szempontból a Fednek, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy a munkaerő kínálat szűkült, miközben ugye a kereslet lenne, tehát hogy ilyen értelemben a munkaerőpiaci szűkösség emiatt ugye erősödhet, ami ugye a béreken egy felfele, tehát ez egy bérfelhajtó hatású, és hát nyilván ugye ez költség oldalon elég erőteljesen tudhatni az inflációra. Uh-huh. És akkor emiatt lesz izgalmas a havi adat, amely minden hónap első péntek, ugye? És akkor ez lesz most. Így van, így van. És hát azért azt látni kell, hogy a heti új munkanélküli segélykérelmek száma azért egyenlőre azért továbbra is ilyen 400 ezer fölött ragadt, azért a Covid-válság előtt ez inkább itt ilyen 200 ezer alatti számokat láthattunk. Tehát, hogy ilyen értelemben azért az amerikai munkaerőpiac nincsen még rendben, és hát, ahogy említettem, nagy kérdés, hogy esetleg az elmúlt két hónapi alacsonyabb számot most egy kiugróan nagy követi, kvázi bepótolva azt az elmaradást, vagy továbbra is az elmúlt két hónap tendenciája folytatódik. Oké, ez izgalmas lesz mindenképpen. Rendben, oké, köszönjük szépen, figyeljük akkor ezeket az adatokat, és akkor jó munkát nektek, szép napot! Én is köszönöm, sziasztok! Epich Győzővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ elemzőjével, euróvezeti inflációs adatok, amerikai munkaerőpiaci adatok, non-farm payroll, ezek vannak a fókuszban a héten. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk!